Köszöntök kedves nézőinket, a Jásztrió Televízió döntés után önkormányzati magazinját láthatják október hónapban, amikor is összefoglaljuk az elmúlt nagyjából egy hónap történéseit és az aktuális képviselőtestületi döntéseket. Már itt ül velem szemben a stúdióban dr. Szabó Tamás polgármester úr, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Kezdjük azzal, amivel szoktuk általában, összefoglaljuk, hogy mi történt nagyjából ebben az eltelt egy hónapban, három hétben, amikor nem találkoztunk és nem beszélgettünk. Üzembejárás, ezt ismerjük, tudjuk, fontos egy jófajta sorozat, amit az önkormányzat kialakított magának, és egy számomra eddig még ismeretlen cégnél jártak, ez a Jászberényi Logisztikai Központ. Mi volt a tapasztalata ezzel a céggel kapcsolatban? Igen, tulajdonképpen számunkra is, hát természetesen a rendszer számára nem volt ismeretlen, mert részesei a városi életnek, adófizetőink, de közelebbi kontaktusunk nem volt a céggel. Illetve már korábban azért jeleztek bizonyos nagyobb vállalkozások városon belül, Electroluxtól kezdődően egyebek, akik logisztikai szempontból kapcsolatban vannak a céggel, hogy bizonyos kérdéseket azért ott a cég működése kapcsán, aminek városi vonzata, vetülete is lehet, vagy van, hogy azokat azért meg kellene nézni. A cégvezetői bejelentkeztek, mi meg beírattuk abba a programba, amit most már talán hatodik éve csinálunk, tehát minden hónapban egyszer egy helybéli gazdasági szereplővel helyszínen egyeztetünk, találkozunk. No, ennek keretén belül kimentünk, és hát először is magának a logisztikának, a logisztikai műveleteknek, munkának egyfajta megismerése. Egyébként jó benyomást keltett, mert hatalmas logisztikai csarnok, és abban az a precizitás, az a számítógépes anyagmozgatás, raktározás és bekiszállítás, ami egyébként ugye a rend és alapja mindennek. Tehát teljesen azt gondolom, hogy 21. századi modernitás és 21. századi teljesítmény, meg is vannak elégedve a beszállító cégek, bővülnének, és ennek kapcsán merült föl többek között az, hogy egyfelől csarnokot építenének majd a későbbiekben, tehát további építkezés, építmények. És hát van egy bekötő útszakasz, aminek már az állapota olyan mértékben rossz, hogy már valóban a kamionforgalmat, a tényleges forgalmat zavarja, úgyhogy a beszállítók is már szóvá tették ezt. Ami a dolognak a lényege, azon túlmenően természetesen, hogy minden ilyen szereplővel kapcsolatba szeretnénk kerülni, azaz, hogy valóban ott helyben magunk is meggyőződhettünk, hogy az az út kevés olyan eledendően szilárd útborkulatú útja volt, van a városnak, ami ennyire, mondjam, ilyen aknamezőszerű kinézetű. Fogunk most még ebben a szezonban egy erős, tehát egy jó intenzitású kátyúzást a jövő évig, még a jövő évben, a jövő évi télbeáltáig, hogy alkalmassá tegyük azért valami közlekedésre, de benne van a topos programunkban az a szándék, tehát a jobbradik programban megyei uniós pénzekből ipari utakat lehet fejleszteni, és ezt a szakaszt is beillesztjük ebbe a fejlesztésbe. Téma szempontjából nem ide kerülne, de ha követem a kronológiát, akkor itt járt Jászberényben a Szent Korona másolat. Ez azért egy fontos kulturális momentum, nem? Hát kulturális mindenképp, és azon kívül én azt gondolom, hogy igen komoly eszmei mondandóval, mondani valóval és kihatással, kisugárzással bír. Nagyon örülök annak, hogy több korosztályos, tehát kisebb gyermekek, kisiskolásoknak, nagyobb középiskolásoknak lehetőséget teremtettek külön-külön előadást meghallgatni, kérdéseket lehetett föltenni. Tehát egyáltalán maga az egész korona, a korona körüli érzelmek, a koronának a magyarságban elfoglalt helye, magyarságunkban elfoglalt helye, jelképrendszerünkben elfoglalt helye. Azért az mindenki tudja egyébként, mert ugye erről tanultunk és hallunk róla, de azért időnként jó ezt így megerősíteni, kézzel foghatóan is. Úgyhogy valóban itt volt, itt is van még talán, vagy mostanában kerül majd el, mert egy jó kéthetes kiállítást is kapott. Igen, a teljesen más téma, hogy múlt pénteken volt a Városi Egészségnap. Azért citáltam ide ezt a programot, ami alapvetően persze fontos, de nem feltétlenül ebbe a városi politikai műsorba való, de mégis adásunkkal, keddi adásunkkal egy időben zajlik egy ifjúsági
programmal kapcsolatos konzultáció vagy lakossági közmeghallgatás, ön mindjárt kisegít, hogy pontosan mi is lesz ez. Nos, ez a rendezvény nyilván fontos, hiszen a sportról, egészségről szól. Ön, mint egyébként szakmáját tekintve orvos, mit gondol, mit lát, mit tapasztal? Eljut az az üzenet, amit próbál azért már jó néhány éve intenzíven sugározni, akár ezen a rendezvényen keresztül is a város, hogy egészségesen, sok mozgással, odafigyelve, kihasználva a szűréseket, tehát hogy próbáljunk egyfajta egészségesebb életet élni? Igen. Azt gondolom, hogy az üzenet eljut. Ugye ez érdekes dolog, fiatalabb korosztályt illetően tulajdonképpen ez egy nagy versenyfutás. Amikor az ember az ilyen jellegű programokat kiajánlja, és megszervezi, és lehetővé teszi a részvételt, tehát agitál, vagy propagálja, akkor mindig látni kell, hogy tulajdonképpen mi az, amivel konkurálunk ilyenkor, vagy próbálunk konkurálni, vagy melyek azok a dolgok, amelyek ezekkel a fajta programokkal konkurálnak. Ugye itt pontosan tudjuk azt, hogy a mai számítógép és egyáltalán az informatika világában rengeteg olyan dolog van, virtuálisnak nevezhető dolog, ami a gyereket, a fiatal felnőttet inkább az immobilitásra, az ülök, a nem mozgom és a többi ilyen jellegű tevékenységre készteti. Ezzel kell valamilyen módon valamit kezdenünk, tehát már az nagy eredmény, hogyha valamiféle alternatívát tudunk ajánlani, és abban tényleg látjuk azt, hogy van is hatása, tehát foganatja. Egyébként azt látom, hogy egyre inkább a fitségre való törekvés, az az életmód, amelyben a mozgás, amelyben az odafigyelő táplálkozás szerepet kap, ez egyre inkább terjed. Lehet, hogy egy stílus is egyébként ez, de ez egy jó irány mindenképp, és ezt mindenféle eszközzel, minden módon. Úgyhogy az, amire szerkesztő úr utalt, hogy ma délután ugye egy ifjúsági stratégia, oda vonatkozóan, tehát egy hosszú távon elképzeléseink, abban például ezt jelentős szerepet foglal el, vagy játszik, az ilyenfajta törekvéseknek a szélesítése. Vannak ilyenek, ezek a városi sportnapok, városi egészségnapok, ezeket célozták eddig is, ez a hagyományos módszerek. Példának okáit a jakuzák esze tevékenysége önmagában is, de nagyon sok hasonló sportegyesület vagy civil közösségnek a tevékenysége ezt célozza. Nekünk ezt valahogy egy nagy rendszerben össze kell fogni, és látni vagy keresni azokat a pontokat, ahol a város konkrétan közösségi pénzből, közösségi akarattal be tud ebbe segíteni. Egy másik része pedig az, amit az idősebbekre vonatkozik, felnőtt és idősebb korosztályra, ez pedig az egészségszűrések, tehát azok a preventív lépések, amelyeket minden esetben, és azt hiszem, hogy ennek is elég erős és jó propagandája van. Ez az, amit természetesen még tovább lehet erősíteni, de kell, csinálni kell. Ebben a programban ebben mindenképp szeretnénk újítani is, meg a régi elemeket, a jó régi elemeket meg föntartani, megtartani. Következő témánk teljesen jól átköti a két ülés között eltelt eseményeket, történéseket, illetve az aktuális képviselő testületen történt témákat és vitákat, hiszen a népszavazásról fogunk most egy kicsit beszélgetni, a kvóta népszavazásról és annak eredményéről. Mielőtt még kérdeznék, néhány számot felírtam magamnak. A névjegyzékben szereplő Jánz Berényi 21.689 főből 9.680-an voksoltak, ami egyébként átlagon felüli, kiszámolva 44.63%-os részvételi arány, és a kvóta ellenes nemek aránya pedig 98,5% lett, tehát abszolút nem. No, ez a Jász Berényi egyébként pedig összehasonlításban, ugye azt tudjuk, hogy nagyjából 3,3 millió államválasztó polgár, állampolgár ment el választani, a megyében 125 ezer fő, a kettes számú választó körzetben 33.500 fő, és összességében a jászság az egész országos átlag felett jócskán teljesített 45,63%-os részvételi arányt jelent mindez. Na, miért mondtam el ezeket a számokat? Mert nyilván én is kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondol arról, ami így nyilván Jászberényben is, meg az egész országban is lefette, tehát az ilyen nagy arányú nemekről, illetve a részvételről. Igen. Hát ez is országos ügy, de ezt szögezzük le. Ennek megfelelően zajlott is egy egész országra szóló és több csatornás, nagyon sok csatornás agitáló kampány, tehát magyarul az, hogy egyáltalán eljusson
ez a gondolat az emberekig foglalkozzanak vele, majd azt követően hozzák meg azt a döntést, hogy elmennek erre a népszavazásra, és ott természetesen az eredmény mutatja is, hogy elsöprő többséggel, majdnem 100%-osan meg is értették, tehát pontosan látják, hogy miről van szó és mit jelent a kérdés. Az, hogy a jásság ilyen szinten szerepelt benne, az annak biztos nem tulajdonítható, hogy a jásság érezni a bőrén, hogy ez mit jelent konkrétan. Mert érdekes felvetés, Baranya megye és talán a legalacsonyabb részvételi számokat produkálta, és hát ha valahol, akkor ott is azért csak megjelentek a Dráván keresztül és egyéb területeken, déli határainkon a migránsok. Tehát nem is biztos, hogy ez ezzel függ elsőlegesen össze. Inkább valószínűleg azzal, hogy egyfelől ezt az összországos ide vonatkozó figyelemfelhívó munkálatokat mennyire lehetett helyben még megerősíteni, és én azt gondolom, hogy azért itt előge intenzíven rajta voltunk az, hogy a lehető legtöbb emberhez eljussunk személyesen, konkrétan tudjunk személyesen legalább annyit szót váltani, hogy igen, ez egy olyan probléma, amit most mi még itt elméletben tudunk érezni, nem érezzük, átérezhetjük, de azért saját bőrünkön nem érezzük, de rövid időn belül azért eljuthatunk oda, hogy is gyermekeink, unokáink számára pedig az egész történet. Azért, hogyha Európa valamilyen szinten megváltozik, már pedig nagyon a felé tendál, akkor én csak úgy felteszem a kérdést, hogy az én gyerekeim, bárkinek a gyermeke, unokái, hogyan fognak ebben az Európában mozogni. Én most úgy mozgom, ahogy soha nem, illetve emlékszem én azért arra a rendszerváltás előtti időre, meg még a lényegesen korábbi időkre, vasfüggöny idejére is, mert még ugye az is létezett az én életem kezdetén, hogy bizony három évente lehetett nyugatra menni. Egyáltalán az ember, ha bármit csak kulturálisan, de egyéb okból is szeretett volna látni egy kicsit többet a világból, hát erősen korlátozva volt. Nem gondolnám, hogy ezt a világot kellene visszahoznunk, ami most nem jelenti azt, hogy majd valaki azt fogja mondani, hogy három évente mehetsz el. Az ember saját maga döntés lesz az, hogy nem mozdul ki, vagy nem megy olyan helyekre, ahol úgy érzi, hogy nem, sem a biztonság, sem az egyéb feltételek nem adottak. Nem kéne ebbe a világba visszakerülni, nyilvánvaló. Ezt ugye a szavazók így is látják. És még egy megjegyzés, azért a 3.360.001 irányú vélekedés, ugye ez a nemeknek a száma, azért ez ebben az országban olyan tömeg, amely tömeg kevésszer, lehet, hogy éppenséggel egyszer-kétszer nyilvánított ilyen egységes akaratot, ilyen egyirányú egységes akaratot. Az unióba való csatlakozást sem kívántuk ennyien, legalábbis ugye az ott lévő megerősítő népszavazás kapcsán, ha jól emlékszem, 3 millió 40 ezer, vagy tehát valahol 3 millió legelején volt a csatlakozásra voksolók száma. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon figyelemre méltó, és a következményeit illetően egy komolyan vendő. Tehát az, hogy a kormány, illetve a parlament most akár alkotmánymódosításig menően foglalkozik ezzel a utó hatásával a történetnek, az teljesen helyén való. Logikus, nem is lehetne más tenni. Ha nem foglalkozna vele, akkor kérdezhetni az ember, hogy akkor mit jelent 3.360.000 embernek az éleménye. Jól sikerült a választás, Jászberényi részvételt tekintve, bár ugye összességében tudjuk, és már be is jelentették a napokban, hogy ugye hivatalosan is érvénytelen a történet. Viszont a múlt heti testületi ülésen egy másik aspektusból próbálta az ellenzék ezt a dolgot megkérdőjelezni, mégpedig arra felvetésre reagáltak igen hevesen, amikor polgármester úr bejelentette, hogy Jászberény 775 ezer forint környékén költött gyakorlatilag erre a országos kampányra. Igen. Így van. Tehát ezek, gondolom én, plakátkampány, szólólap és minden egyéb, de mindjárt elmondja nekünk ezt pontosan, hogy mire költötték ezt, és hát nyilván a hirtelen felháborodásnak is volt magyarázata később, hogy ebben dönthetette egy polgármester, avagy sem a két ülés között. Jó, hát először is erre a kérdésre majd foglalkozunk az utóbb felmerülővel. Igen. Van a mi rendszerünknek, ennek az önkormányzatiságnak törvény által szabályzott része lehetősége, hogy a polgármesternek van jogosítványa, felhatalmazása olyan ügyekben, amely nincs máshoz rendelve, bizottsághoz vagy egész testülethez, olyan ügyekben,
önállóan dönteni, majd a döntéséről a testületet tájékoztatni, és a testület ezt a tájékoztatást, ezt a lépést, ezt a döntést, ezt egy megerősítő, elfogadó szavazással lényegében lezártnak tekinteti. Ez történt. Én tájékoztattam a testületet erről a lépésről, meg a költés nagyságrendjéről, a testület pedig többségileg elfogadta ezt a lépését a polgármesternek, és innentől kezdve nem is gondolnám, hogy az ellenzéknek is bármilyen úgynevezett jogi aggája lehetne ezzel a történettel. Nem nagyon voltak ilyen, egy-egy olyan két ülés között hozott döntésem volt, amit később kellett idézőjelbe szentesíteni a testületen. Nem gyakori ez, nem élek én ezzel a dolog, csak néhány olyan ügy van, amit viszont meg kell lépni, mert nem tűrhalasztás, tehát egyszerűen nem lehet halasztani. Ez is ilyen volt. Ez a része. A másik pedig úgy gondolom, hogy maga ez a lépés, az teljes mértékben megegyezett azzal, ahogy maga egész ország vélekedik erről, ahogy a kormány és a kormány által kezelt közpénzek fordítottak erre a történetre. Tehát én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben helyén volt. Egyébként volt egy beadvány a Választási Bizottsághoz, hogy polgármester ilyen jellegű felhívással és ilyen jellegű lépéseket tehet-e a lakosság felé. Mind a helyi, mind pedig a megyei szintű Választási Bizottság egyértelműen azt mondta, hogy igen, tehát nem választási törvény ellenes. Én azt gondolom, hogy ez teljesen helyén való volt. Mint polgármesternek, mint egy városi ügyeket vívő, arra felhatalmazást nyerő személynek, ez nekem elemi kötelességem, én úgy érzem, most is, és ebben biztos vagyok. Tovább menjünk az aktuális testületi döntésekben, csak röviden egy fél mondatban átalakul ismét a Jászberényi családsegítő. Ennek nyilván van valami oka, hallottuk az ülésen, talán itt a megváltozott jogszabályi környezet indukálta ezt a dolgot, megváltozik, az viszont ezek szerint biztosabb, hogy most már ez költségvetési tétel lesz Jászberényi város önkormányzatának jövő évi 17-es költségvetésében. Milyen mértékű, vagy igen, mit tudunk erről? Hát először is szeretném jelezni, hogy eddig is költségvetési tétel volt. Eddig ugye a szervezési formája az volt, hogy egy rész települések, néhány település által egy ilyen rész társulási működtetésben volt. Ehhez be kellett Jászberénynek társulnia természetesen anyagilag is. Magyarul a költségvetésünk tartalmazta egy bizonyos összeget, amit átutaltunk ennek a társulásnak, és az a társulás a Jászladány volt a szervezője, ő vitte ezt az ügyet. Most viszont egy jogszabály arról rendelkezik, hogy járási székhely településen kell intézményesíteni ezt a fajta szolgáltatást, ezért Jászberényhez került, lett egy intézményük, a szociális ellátórendszerünknek van több intézménye is, most ez is bekapcsolódott, ezért kellett vezetőt is, megbízottat egyelőre választanunk. És a kérdés, hogy ez mit jelent? Igen, egyfelől azért elég rendes állami kvótarendszerű támogatás van erre a feladatra, de úgy nézett ki eddig is, és valószínűleg a mi gyakorlatunkban is ez lesz, hogy költségvetési szinten valamelyest még áldoznunk kell erre. És hát ezt követően pedig lényeg a tartalmi része, hogy arra rászoruló családokkal, arra rászoruló gyermekekkel mit tud ez a város kezdeni, mit akar kezdeni, és azt gondolom, hogy ilyen módon ennek a pénznek ott a helye, ahová szálljuk, és ott jó helyen van, ahová szálljuk, hiszen számtalan egyéb területen is azért a város a szociális ellátórendszerbe bizony saját erejéből besegít az állami ellátáson kívül. Ezután a sürgősségi indítvány után, hogy a két ülés között történt eseményekről tartott beszámolót, és itt aztán záporoztak az ellenzéki kérdések, ezekből néhány jelentősebbet, amiben úgy tűnik, hogy van előrelépés is, vagy újdonság, elkerülő út, agyonrágott csont. Jelenleg viszont ön azt mondta az ülésen, hogy zajlik egy anyag előkészítése. Na, mondja el nekünk pontosan, miről szól ez az anyag? Igen, hát ugye egyelőre a végét látjuk a történetnek, ami nekünk ugye nem elfogadható, hogy még mindig nem konkretizálódott, hogy határidőre, akár költségvetési tételként bekerülne az útfejlesztés az állami gondolkodásba. Ezért ugye folyamatosan ezt mi magunk részéről felszínen tartjuk, kezdeményezünk, és próbálunk újabb és újabb területeket is megnyitni, érveket szerezni arra, hogy ezt a fajta nyomást, ezt a fajta igényt megerősítsük. Végeztünk egy közvéleménykutatást a városban. Ennek egyébként az eredményét majd közzé is fogjuk tenni, akár még a TV televízió keretein belül is válthatunk róla szót, de
elsöprő, jó néhány kérdésben foglalkoztunk azzal, hogy elkerülő út, a következményei, hogy a város életre való hatása és egyéb, és elsöprő az a vélemény, hogy igen, ez egy kulcskérdés ennek a történetnek. Ezt a közönkutatást szeretnénk, ennek eredményét szintén továbbítani a döntéshozókhoz, tehát a figyelmüket mindenképp ráirányítani. Ezen túlmenően újabb szakmai oldalról szakszerű hiteles forgalomszámlálást kezdeményezünk, amely be fogja mutatni a terhelést és kiveszi azokat a szerintem megalapozatlan vélekedéseket, hogy nincs is szüksége az elkerülő útra, mert nem olyan nagy ez a forgalom ez olyan nagy, hogy szükség van, pláne egy utolsó szakasz megépítésére, hiszen akkor minek építettük az első meg a második szakaszát az elkerülőknek, hogyha egyszer csak azt mondjuk, hogy nem. Pláne ilyen sorrendben. Világos. Tehát azért mondom, hogy ezt a részt mindenképp, és hát folyamatosan a közútkezelővel, a minisztériumokkal, amelyek illetékesek ebben, de természetesen a másik vonalon a politikai lobby erejével is, Pócsános képviselő úrral folyamatosan foglalkozunk, és rajta vagyunk ezen az ügyen. Itt járt nálunk az új iráni nagykövet. Igen. Ez egy villámlátogatás volt, gyakorlatilag mi is csak véletlenül értesültünk róla, mert itt volt egy diplomata autó, egyszer csak megjelent. Talán még önök is csak úgy éppen abban a pillanatban tudtak róla. Csak két mondatot, az új nagykövettel sikerült-e valami kapcsolatot, vagy nyilván sikerült kapcsolatot teremteni, de valamiben megegyeztek-e, kötöttek-e valamilyen megállapodást? Igen. Mi történt? Mindenképp szimbolikus, gesztusértékű történet volt, mert még a hivatalos megbízólevél átadás sem zajlott le a múlt héten, talán, vagy az azt megelőző héten, talán az azt követő napokban került erre sor, ami jelzi, hogy az új nagykövet úr, aki egyébként Jazd megyei, tehát még oda is, arra a területre is való, ahová testvérterületi kapcsolatot köt. Így van, hogy mennyire fontosnak tartja azt, hogy Jászberényjel ez a meglévő, jelenlévő kapcsolat, ez. És a lényege a dolognak, amiről beszéltünk, igazából mondom, udvariassági látogatás volt, inkább egymást ismertük, települést, egyéb ilyen információkkal láttuk el, de azért az, hogy ezt a kapcsolatot valódi tartalommal, olyan tartalommal kell megtölteni, eddig is voltak azért ebben ilyen elemek, amelyek kifejezetten a város lakók közreműködését, a város lakók bevonását igénylik, tehát itt az a része, hogy a polgármester vagy egy delegáció úgymond kiutazik ki Jazdba, vagy jönnek ide Jazdi vezető szereplők, ezek is kellenek, mert egy kapcsolatot ilyen módon lehet továbbépíteni, de mindenképp el kell kezdeni a gazdasági szereplők valamilyen szintű összehozását, illetve kulturális kapcsolatokat mindenképp építeni kell, mindenképp meg kell jelenni. Én azt gondolom, hogy ez lesz a következő Jazdi produkció fog megjelenni Jászberényben, és reméljük, hogy meg tudjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy Jászberény is megmutathassa magát Jazdban. Nagyjából egy hónappal ezelőtt beszélgettünk a következő témánkról, szeptemberben iskolakezdésről, oktatásról, hiszen hát nyilván mikor máskor, viszont ebben a hónapban került a testület elé, hogy pontosan idézzem, a Jászberény területén működő oktatási intézmények működéséről szóló tájékoztató. Akkor talán, ha jól emlékszem, arról beszéltünk, hogy egy viszonylag mindenki igényt kielégítő oktatási paletta létezik Jászberényben. Alapvető kérdésem az, hogy ön szerint milyen az oktatás színvonala itt Jászberényben, hiszen gyakorlatilag ebben a napirendben, ahogyan beszámolt ugye a szolnoki tankerületi igazgató, a kérdések is erre irányoztak, hogy milyen, ők hogyan vélik, illetve milyen garancia van arra, hogy ez a jövőben is mondjuk ezen vagy jobb színvonalon fog működni. Igen, hát a szándék mindenképp az, hogy ezt a színvonalat alapvetően, alapértelmezésben megtartsa a rendszer, és természetesen azokat a fejlesztéseket, fejlődéseket, azokat meg el kell érni, hogy a versenyképesség meg legyen, hiszen itt ugye volt olasz lehelvezér gimnázium, egy országosan is jól teljesítő iskola, ezt a pozíciót sem kellene elveszíteni, és az összes többire is vonatkozik az, hogy azok a masszív teljesítmények, amelyeket ugye, ahogy a tankerületi igazgató is mondta, alapvetően ennek záloga egyébként a jó minőségű tantestületi munka, jó pedagógusok, jó közösség és azoknak a teljesítménye, hogy azokat tovább vigyük, illetve minden olyan körülménnyel, lehetőséggel fejlesszük, javítsuk, amely rendelkezésünkre áll. Részben állami, és ugye innentől kezdve a történet most már azért elég egyértelművé válik, széles körben kiterjedten állami
feladat és szerepvállalás, van benne természetesen egyházi jellegű rész is, az egyház is beleteszi a magáit, és a város is, függetlenül attól, hogy tulajdonképpen most már nagyjából a vagyon az, ami városhoz köthető, na de a leglényegesebb dolog is a városhoz köthető, ez pedig a gyerek, a diák, az, aki oda jár, meg annak a szülői igényei háttere, ezek mind-mind alapvető elemi városi szempontok és érdekek, na ennek mentén a városnak itt ugyanúgy helyt kell állnia, mint hogyha saját maga üzemeltetné, működtetné. Rajta is leszünk kritikusan minden olyan megjegyzésen, észrevételen, amik jönnek a gyerekektől, szülőktől, azt mi fogjuk továbbítani, és a megoldást keresni a fenntartóval együtt. Igen, és remélhetőleg az állandó fenntartó váltások már kis stabilitást hoznak, ahogyan ezt jelezték az igazgatók. No, egy nagyon rövid közbevetés. Ferencváry Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság vezetője elnöke elmondta, hogy most jelenleg fejlesztik ismét, vagy tervben van a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése. Talán a napokban vagy a hetekben elkészült a 6 új piaci kamera, és 4 új is tervben van. Igen, hát a 6 piaci kamerát úgy kell érteni, hogy megvolt az már korábban is, csak abban az integrált rendszerben, ami az összes kamerát egy bizonyos felügyeleti módon kezeli, ellátja, na oda kellett bevonva, tehát így azért egy hatékonyabb rendszerről beszélhetünk, és természetesen szerepe folyamatosan napirenden van, tehát még lesz az idén is, illetve jövőre mindenképp, tehát a költségvetésben ennek tételnek kell lennie, már csak azért is, mert látszik, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos eredmények, itt sok mindenről lehet beszélni, rendőri létszámról és egyébről, de mindezek mellett a technikai fejlesztéseken is múlnak. Magyarul szükség van a lehető legtöbb olyan alkalmas helyre, kamerák elhelyezésére, amely ezt a fajta igénykérdést kezelni tudják, megoldják, segítik. Az egyik legnagyobb vita, és majdnem balul elsült vita, erre nyilván majd kitérek egy nagyon rövid mementóban, tehát, hogy a bruttó összeg 61 millió forintért eladott Bató Palota története, vagy előterjesztése volt. Mindjárt kérem polgármester urat, hogy mondja, hogy hány pályázó volt, illetve nyilván mi lett a pályázat végeredménye, ami egyébként ezen a testületi ülésen az ellenzéki kérdések, vagy inkább úgy fogalmazik, hogy viselkedés hatására, majdnem vissza is fordult. Tehát, hogy érdekes volt ez az eset, tehát sikerült eladni a Bató Palotát, kinek? Igen. Volt egy olyan pillanat ennek a testületülésnek, amikor én magam is azt hittem, hogy amikor szólásra emelkedett a jelenlévő potenciális, aki még döntés előtt voltunk vevő, akkor azt fogja mondani, hogy akkor ő köszöni szépen, inkább nem. De hát azért ennél tapasztaltabb, de főleg elkötelezettebb szeméről van szó. Tehát világosan elmondta. Mondjuk azt a felvetést, hogy ez gazdaságilag talán élete legrosszabb üzlete, ezt sem gondolnám, hogy így kellett volna egyfelől megfogalmazni, másfelől, hogy ennek igazság vagy valóság tartalma van, valamelyest. Én azt gondolom, hogy egy jó üzletember ebből a helyzetből, a mai magyar világban, a mai Jászberényi világban, a vendéglátásból, mert ugye erről beszélünk is, tud azért olyan szintet elérni, ami legalább ne ráfizetéses legyen, és ha ezt még megspékeli egy olyan történettel, amit elő is adott itt a pályázó, hogy ő érzelmileg kötődik és ragaszkodik annyira Jászberényhez, és annyira a főtérhez, és annyira ehhez a Jászberényi élethez, és a Jászberényi életnek a valamilyen szintű, akár nevezzük ezt javításához, vagy továbbviteléhez, fellendítéséhez, az élhető városi eszméhez, hogy számára ez nem anyagi kérdés elsősorban, természetesen az is. Egyébként ugye városunk díszpolgáráról van szó, Papp Gézáról, Papp Géza úrról, aki többek között ugye a Lehel vezértéren a Lehel vezér szobrot is adományozta a városnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez a történet egyébként, mert ebben még benne van az is, hogy természetesen bizonyos ellenségi, ellenzéki attitűdből, hozzáállásból föl lehet tenni bizonyos kérdéseket. Legtöbb kérdés egyébként ezzel kapcsolatban is az volt, ami máskor is elhangzott, hogy miért kellett ennek az épületnek olyan állapotba kerülnie, hogy már csak 100 milliós nagyságrenden lehet felújítani, amit a város nem tud vállalni. Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy bármikor, bármelyik költségvetésben 50-100 milliót, ha erre kivettünk volna csak azért, hogy megállítsunk egy romlást, azért valószínűleg ilyen komoly problémáink származtak volna. Nem lehet ezt uralni ilyen szinten egy olyan költségvetési háttérrel, mint ami ennek a városnak a feladatait és a bevételési lehetőségeit
veszi figyelembe. Úgy gondolom, nincs benne az, hogy ilyen jellegű épületeket ma Jászberényben csak azért, hogy egy későbbi, még nem is látott lehetőségnek teremtsünk teret, hogy azért most elkezdjük felújítgatni és bele 100 milliókat ölni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó pályázat, teljesen szabályos pályázat volt, jó kiírással, jó feltételekkel, jó kívánalmakkal, szálláshely létesül benne, étterem, gyors étkezde, borozó, és természetesen maga az épület pedig abban a formában fog megújulni, ahogy annak idején, a legszebb idejében fönnállt és működött. És én szerintem garancia a személye az illetőnek, illetve az a vállalkozás, ami vállalkozások, ami mögötte állnak, hogy ez meg is fog valósulni. Ez az ellenzéki kérdezfelelek, ez még úgy nagyjából érthető is ebben a történetben, viszont talán nem ez volt a legnagyobb probléma ezzel a előterjesztéssel kapcsolatban, hanem ugye azt követően az ellenzéki képviselők között Budai Lóránt Hajna Nagy Gábor érintettségével kapcsolatban egy komolyabb polémiát készített elő. Az alpolgármester úr ki is ment az ülésről, tehát nem is emlékszem, hogy teljesen végighallgatta, ami ott utána később történt, és nem is vett részt összességében a szavazásban, pedig ezt elvileg a testület is megszavazta, és jogilag is megtehette volna. Mindezt azért mondom, mert hogy kedden már reggel a Jobbik sajtótájékoztatót tartott a piacon az általuk vélt jászberényi korrupciós ügyekkel kapcsolatban, ők ezt így apostrofálták, és ebben a sajtótájékoztatóban próbáltak arra utalni, hogy a jászberényi Fidesz vezetéshez, illetve a jászsági Fidesz vezetéshez közeli vállalkozások, vállalkozók kapják a mondjuk így jó falatokat, és kapják a jó pályázati lehetőségeket. Mit gondol erről a Jobbik álláspontról, amit ők felvezettek? Hát először is, hogyha a Bató Palotának a 61 milliós vételára, majd az azt követően minimálisan 2-300 milliós felújítási költsége, ez egy jó falat, akkor legalábbis az a kérdésem, hogy Jobbik, vagy a Jobbik közeli bárki, vagy bárki még ebben a városban és országban, miért nem startott ellene? Ha ez ennyire jó falat. Nem igaz. Ez úgy nem igaz, ahogy a Jobbik összes ilyen jellegű állítása. Nem igaz. A Jobbik keresi azt a hangulatot és azt a fogást, amit a mai időben az ő egyébként egyértelmű helybeli és országos politikai térnyevesztése okán valamit menteni a menthetőt alapon megtehet. Tehát kiáll, ilyeneket mond, teljesen megalapodott. Egyébként, ha bármi ilyen jellegű felvetése van, korrupció egyéb, akkor tegyék meg a hivatalos, ide vonatkozó lépéseket. Hát van erre számtalan formája a kivizsgálásnak és az egyéb lehetőségnek. Úgyhogy tegyék meg ezeket. Nem teszik. Nem teszik, mert tudják pontosan, hogy nem igaz, amit beszélnek. Ők csak odáig akarnak eljutni, hogy az embereket megtévesztik, azt, hogy valamiféle hangulatot keltenek, és abból megpróbálnak a maguk számára valamiféle, hál' Istennek egyelőre csak minimális elfogadottságot, támogatást szerezni. Meddő erőlködés, mert az alapja nem igaz, a valótlan alapja az, ami hibás ennek a történetnek, és innentől kezdve bárhogy lehet ezzel erőlködni, úgysem fog célba érni, ez nyilvánvalóan látszik. Az informális fél órában felmerült még néhány kérdés, elfogyott az időnk, de egy-egy mondatban kérem tényleg nagyon röviden, ez csak tájékoztatóképpen mondom, ugye egy jó pályázat lehetőségi alapján töltőoszlop lesz, elektromos autók töltésére alkalmas oszlop valószínűleg a 48-asok terén, és pozitív hírek érkeztek a hulladékudvarral kapcsolatban, ami ezt jelenti, azt jelenti, hogy beváltotta hozzáfűzött reményeket. Hát igen, beváltotta. Egyébként hát gondoltam is, meg gondoltuk is, hogy ha van egy ilyen lehetőség, akkor az csak ha minimálisan is elindul már, egy plusz a hulladékgazdálkodás vonatkozásában, azért itt is szeretném a lakosaink figyelmébe ajánlani és figyelmét fölhívni arra, hogy működik, létezik a hulladékudvar, kint ugye a Szelei útnak, vagy Farmosi útnak a végén, és éljenek az a lehetőséggel, amit ez kínál és nyújt, és valóban a forgalma növekszik, egyre növekszik a város, meg természetesen a fenntartásáról gondoskodik. Az elektromos autók töltőpontját illetően pedig egy pályázat teszi lehetővé, 3 millió forintot lehet pontonként pályázni, úgyhogy ki fogjuk alakítani a március 15-et
téren. Azt, hogy olyan túl sok elektromos autó mozogna itt a városban, azt nem gondolnám. De ez a jövő. De természetesen ezzel gondolkozni. És még egy kérdés, volt zárt ülés, ennek volt egy fontos témája, mi ez és hogyan kapcsolódik a közelgő 56-os rendezvényhez? Így van, október 23-án 60. évfordulóját ünnepeljük a forradalomnak, és ennek kapcsán úgy döntöttünk, hogy bizonyos javaslattevők javaslatait figyelembe véve, alapul véve a városban, az 56-os eseményekhez kötődően 5 személynek Procivitate Jászberény díjat adományozunk. Ezt fogjuk a 23. ünnepség menetében majd átadni. Úgyhogy ezúton is invitálom egyébként a város lakóit, hogy 23-án 9 órakor a Barátok templomában kezdődő misével induló ünnepi napra, megemlékezés rendezvényeire jöjjenek és legyenek részesei ennek a programnak. Remélem, sokan leszünk és sokan emlékezünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, polgármester. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Egyébként az előbb említett október 23-ai programokat megtalálják többek között a Jásztrió Televízió vagy a Jászkövet Nonprofit Kft. Honlapján vagy Facebook oldalán. Ezt az adásunkat is meg fogják találni, csak rá kell kattintani a jttv.hu információs portálra, és ott láthatják, illetve a YouTube-on. Facebookon pedig kövessenek bennünket, mert friss hírekkel, képgalériákkal és élő videókkal is jelentkezünk. Egy hónap múlva pedig novemberben újra döntés után a képviselőtestületi ülést követő kedd este. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!